Szeretettel köszöntök mindenkit, minden kedves egybegyűltet a mai Szegedi Dharma beszédünkön. És egy olyan témát szeretnék megemlíteni, amelynek ebben a pillanatban, itt és most úgy érzem jelentősége van. Egyben a buddhizmus történetére és kialakulására nagyon jellemző. És ez a középút fogalma. A Buddha idejében voltak a világiak, és a szerzetesek, és a szerzetesnök. És vagy azt tetted, hogy ott hagytad a világot, levágtad a hajad, és bevonultál az erdőbe, vagy pedig élted a világi életedet úgy, ahogy élted, és mentél valamikor templomba, vagy valamilyen szent helyre. És nem nagyon volt a kettő közt átmenet. A mai napig, hogyha valaki Ázsiában nem lép ki a társadalomból, úgy tekintik, mintha nem lenne alapvető lehetősége a tan gyakorlására, és ezt valahol kiegészítő tevékenységként, valahol egy nagyon kis részben a világi élet mellett talán tudja csinálni, de csak mint külsődleges praxis, olyas valami, amikor a buddhákhoz és a bódhiszatvákhoz imádkozol, vagy pedig csak alamizsnát adsz szerzeteseknek, tehát úgynevezett erény gyakorlat, és nem a dharma gyakorlata. Tehát ezen két szélsőség között lehetett választani, egyszerűen azért, mert az életmód annyira igénybe vette az embereket, hogy vagy az egyiket, vagy a másikat tudta csinálni. És ahogy az évszázadok teltek, egyre nagyobb szakadék mutatkozott az úgynevezett arahatok, a megtisztultak, és a világi életbe a szamszárába ragadtak között. Egyre nagyobb irodalom foglalkozott azzal, hogy mi a nirvána, és mi a megtisztulás ösvénye, és mi az a szamszárikus lét, amit mindenáron el kell kerülni, de a többség nem tudja elkerülni. És ezen megkülönböztetésnek gyakorlatilag a Mahayana kialakulása vetett véget, amely körülbelül 400 évvel Buddha után következett be, mert egyszerűen az öregek útját, a téravádát már nem mindenki tudta tartani. Megjelent az igény egy olyan középútra, amely a világiaknak is felajánlja, sőt lehetővé teszi a gyakorlást, a dharmában való elmélyülést. Még tovább, a Mahayana volt az első, amelyik azt mondta, hogy a fogadó kultúrákat olvasszuk magunkba, azokat a kulturális elemeket, amelyek nem buddhisták, próbáljuk meg a meghaladó bölcsesség szolgálatába állítani, és nem ignorálni, vagy éppen elidegeníteni azokat. Úgyhogy amikor az úgynevezett Maha Sangha fogalma megszületett, a nagy gyülekezet, a gyakorlók közösségének teljessége, onnantól kezdve van az, hogy szerzetesek, szerzetesnők, világi férfiak, világi nők. Ez az úgynevezett Sabu Dejung koreaiul, a négy oszlopú vagy négy tartozékú, négy részes szanga. Ez a mai napig így van. A Mahayanában alakult ki az a középút, amely mondjuk Nagarjunával nyert el a filozófiai teljességét. És ő mondta azt, hogy szélsőségeiben nem találod meg sem a nirvánát, sem a szamszárát, mert mindegyikben van valami a másikból. Tehát, hogyha te kiegyensúlyozottan, egészlegesen a valóságra való törekvéssel szemléled a világot és önmagadat, megtalálod magadban azt, amit később a Mahayana Buddha természetnek hívott, a megvilágosodás lehetőségét, és megtalálod a szenvedésnek azokat a gyökérokait, amiket ugye a klasszikus buddhista irodalom klésáknak vagy szennyeződéseknek nevezett. De aki csak egy picit foglalkozik kertészkedéssel, az tudja, hogy a trágya az előfeltétele annak, hogy a föld termékeny legyen. A szenvedésed előfeltétele annak, hogy te a megvilágosodás lótuszát ki akart nyitni magadban. Tehát nem csak, hogy ezek nem különülnek el, hanem valahol egymásba is hajlanak, és egymás feltételei is. Tehát, hogyha nem lenne szenvedésteli az élet, akkor az emberek nem törekednének a szenvedéstől való megszabadulásra. Hogyha nem lenne bennünk a hajlam, hogy szélsőségekre szakadjunk, akkor nem törekednénk a középútra. És pontosan ez az a törekvés, amely néha annyira félre tud menni, mert belemegyek a saját szélsőségeimbe, a saját ideáimba, a saját véleményeimbe, mely úgy kezdődik, hogy én nekem igazam van. És nem csak, hogy nekem, hanem csak nekem van igazam. Na most innentől kezdve leszűkül a világ az énségre.
És a más, a másik, a többi, az már nincs. Vagy legalábbis megpróbálok nem tudomást venni róla. És ezt az énközpontú életet nagyjából mindenki önvédelemből, vágyakból, taszításokból, ebből rakja össze. A középút az egy nagyon érdekes és nagyon nagy kihívást jelentő fogalom. Ugyanis nem lehet azt mondani, hogy az erőfeszítésed nélkül megy, mert te kell lesz hozzá. A megvilágosodásra való törekvésed kell hozzá, a szenvedésed belátása kell hozzá. Hogy egyszerre tudd, hogy mit akarsz, és egyszerre mentesítsd a saját egoitásodtól az akaratodat. Tehát legyél is benne, de ne is, hozzon virágot és ne is, menjen itt az úton és ne is, ugye? Emlékszünk a magyar népmesére, amely a középutat ebben a paradoxonban találta meg. Most nem csak a magyar népmesei hagyomány ez, hanem például a kínai, a koreai, a japán, mindenhol, ahol a koan gyakorlat kialakult, ott a középútnak egy nagyon érdekes paradoxonban való megfogalmazása nyerte el a formáját. A középút jár a legnagyobb lemondással. Lemondok arról, hogy tökéletesnek lássam magam, és lemondok arról, hogy teljesen tökéletlen, reménytelen embernek lássam magam. És úgy látom a világot, ahogy az van, de azzal kezdem, hogy megpróbálom magamat úgy látni, ahogy én vagyok. És ez egy kifejezett Mahajána fogalom, amit úgy hívunk, hogy ilyenség. Vagy olyanság. És ez nem általánosítás, vagy a tények elfedezése. Ez a tiszta, tükörszerű látásmód. 1500 évvel Buddha után megszületett, végleges formájában sok-sok generációs evolúció után a Visuddhi Magga, a megtisztulás ösvénye, amit Buddha Gósa talált ki, vagy éppen öntött végleges formájába, és ez szinte lehetetlen feltételek elé állította a gyakorlókat. Azért lehetetlen, mert ebben a testben, ahogy így mi inkarnálódunk, mint emberek, a teljes 100%-os megtisztulást elérni nem lehet. És ezt akik arannyal foglalkoznak, tudják. Tehát nem az van, hogy 100%-os arany, hanem 99,99%-os. Már ez nagyon jó. Már ez sokkal jobb, mint hogyha 0,1%-os tisztaságú lenne, és a többi pedig hulladék. De valahol láthatjuk azt, hogy amit a yin és yang ábrában a kis pontként, az ellenkező színű kis pontként láttunk, az nagyon életszerű, és ezeknek az ellentéteknek az egyensúlya adja ki a közepet. Mit jelent ez tudatilag? Ez tudatilag azt jelenti, hogy ha nem egy idea, egy koncepció elérésére törekszel, hanem ebben a pillanatban egy tiszta, tükörszerű, igazlátó tudattal rendelkezel, akkor a tudatod tere és látása egyre növekszik. Minden karmádnál nagyobb lesz, minden szélsőséges mozgást lát, lekövet és magába tud foglalni. Ennek az ellentétje a szűk tudat. Az ideák, a gondolatok, a definíciók, a vágyak, a leszűkíti a tudatodat, és ekkor tudsz robbanni, mert benned feszültség alakul ki. A tudatod tere nem lett nagyobb a karmádnál. A karmád nyomása lett nagyobb a tudatod alkalmazkodó képességénél, táguló képességénél, látó képességénél. És ekkor az emberek akármit csinálnak, szenvednek és szenvedtetnek. Robbannak és robbantanak. És nagyon nem mindegy, hogy atomerőműként funkcionálunk, vagy atombombaként. Aki a középutat tapasztalja, és a tudat terét egyre növeli, az ideáktól, gondolatoktól mentes gyakorlatot folytatja, az tud a középúton járni. Az tud egyensúlyban lenni. Az látja a maga és a mások szélsőségeit. És a látásával együtt jár az együttérzés, és a látásával együtt jár a bölcsesség. Tehát ezért volt óriási jelentősége a Mahajána megjelenésének, és utána a zen nagyon világos tudatra, pillanatra, emberre irányuló törekvéseinek, hogy ne valahol az ideák, a szélsőségek és a lehetetlen feltételek birodalmában keressük a megvalósulást, a megvilágosodást. Miért van ennek mostanában jelentősége, nem csak itt országunkban, hanem földrészünkön, egyéb földrészeken is ezen a földön? Mert ahogy
Egyre inkább nullákra és egyekre bontjuk a világot, ugyanúgy bontjuk magunkat szélsőségekre, néha kicsi szélsőségekre, néha nagyon erős szélsőségekre, és beprogramozzuk magunkba a fegyverrendszereket, a radarokat, és azokat a dolgokat, amelyekkel védjük magunkat, az ideáinkat, és készek vagyunk mások ideáit és létét megtámadni. Ez az a tudat, ami nagyon gyenge, nagyon intoleráns, pillanatok alatt jóra és rosszra szakad, helyesre és helytelenre szakad, és nem tud megállni, nem tud tükrözni, nem tud egyéválni, nem tud együtt érezni, és nincs helyes megoldása. Csak újra termeli a problémát. Tehát a középútnak azért van akkora jelentősége, mert a benned lévő lelki egyensúly az annak a feltétele, hogy a tudatod mennyire szilárd, mennyire tiszta, mennyire téres. És ez az engyakorlat. Ennek a tudatnak a megtalálása, művelése az engyakorlat. Úgyhogy rendkívül egyszerű, de rendkívül kevéssé megfogható, mert nem tudom úgy leírni, hogy itt a használati utasítás, fiam, ezt kell követni. Technikája van a meditációnak, de a meditáció maga nem a technika, mint ahogy ez a pohár víz, ez ugye a pohárban lévő folyékony H2O, de amikor iszom, akkor a vizet iszom meg, és nem a poharat. Amikor meditációt gyakorolsz, nem a technikát gyakorlod, hanem a technikát használod föl arra, hogy a tiszta tudatot gyakorold. Ez azért fontos, mint megkülönböztetés, mert hogyha a technikához ragaszkodsz, akkor nem tudod a meditatív tudatot kivinni a templomból, vagy a meditációs központból, és nem tudod a mindennapi életben gyakorolni, nem tudod átvinni. És akkor kialakul a templom komplexus, hogy azon belül minden megy, de kilépsz a környezetbe, és minden szétcsattan. Ugye? A középútnak azért van akkora jelentősége mostanában, mert nagyon sokan vagyunk, mint emberek, nagyon bonyolult rendszereket építettünk ki, és nagyon kevéssé tudunk magunkon és ezeken a rendszereken uralkodni. Egy pillanat alatt egy fél kontinens háborúba tud borulni. Régebben hónapok, évek kellettek adni. Előkészítette, megüzente, lovasfutár, visszajött, vagy a fejét küldték vissza kosárban, és akkor tudták, hogy most, pillanatok alatt. Úgyhogy az az egyensúly, ami benned van, az a jelenlét, ami itt most a tudatodban van, az a téres, toleráns, jól látó tudat, ami a lehetőségeid között van, az a középútnak az áloga. És nem valami ideológia gyűjtemény, vagy szabálygyűjtemény, vagy technika gyűjtemény. Ez a lehetőség mindannyiunkban benne van, és hogyha ezt műveljük és felhasználjuk, akkor tudunk a világon minőségileg javítani. Az eredeti tudatod az nem nulla és nem egy. Nem jó és nem rossz. Nem te vagy valami más, vagy valaki más. És az is nagyon gyorsan megmutatkozik, hogyha ezt a középutat elveszítjük. Pillanatok alatt megjelenik a kabzsiság és a dű, pillanatok alatt szétszakadunk jóra és rosszra, pillanatok alatt szélsőségekben kezdünk el gondolkodni és érezni, sőt, ezzel elkezdünk azonosulni, és ezáltal legyártjuk azt a szenvedést magunknak és másoknak, amely nem szükségszerű. Na, megnézed, hogy 7 milliárd ember most hogy él ezen a bolygón, élhetnénk mi jobban is, de az itt dől el. Sőt, itt dől el, és hogyha az engyakorlod, akkor inkább a köldök csakrában, a tantiemben dől el, hogy mennyire tiszta és mennyire nem mozduló ez a középpontod. Mennyire tudod a gondolkodás előtti tudatot megtartani, és a nem mozduló energiát megtartani. De ha egyszer elindul az energiát fölfelé, és letérsz erről a középútról, akkor elképesztő gyorsasággal kapsz szívinfarktust, vagy töröd meg másoknak a szívét, kapsz agyvérzést, vagy okozol agyvérzést másoknak. Úgyhogy a középút megtalálása az a legtöbb problémát megoldaná ezen a földön és az életünkben. A tiszta tudat tapasztalata és megélése és átadása a legtöbb szenvedést enyhítené, vagy teljesen el tudná venni ezen a földön. Legalábbis azt a részét, amely az ember által kreált. Tehát a háború, a szegénység, az éhínség, a túlnépesedés, a kollektív elbutulás, ezt mind-mind
tudnánk orvosolni az egyensúlyban lévő tiszta tudattal, és ekkor tudnánk az emberi lét alap vonásaira koncentrálni, hogy ha születünk, miért születünk, mi a célunk ezzel, mit jelent az, hogy felnőni, miért betegszünk meg, és mit jelent a halál, és mit jelent az, hogy a testből a tudat kilép. Így ezen az úton lehet kicsi és nagy dolgokat megszemlélni, megoldani, és választani, helyesen dönteni. Van esetleg kérdése bárkinek, bármilyen vonatkozásban? Úgy érzem, hogyha a tudatunk teljesen tiszta lenne, akkor már eleve nem itt lennénk. Tehát valamennyi eltérés attól az ideális valamitől, az ide a földre kell. Ez mennyire igaz? Hát igenis, meg nem is, tudod, hogy van. Tehát ez olyan, hogy anélkül a karma nélkül, amire utaltál, nem születsz ide. Ez így van. Tehát, hogy nem lenne bennünk egy alapvető ellentét a gondolatok, az érzelmek, a szavak és a tettek között, akkor olyan tökéletesek lennénk, hogy ez a földi gúnya, ez nem illene ránk. De az nem mindegy, hogy mennyi házi feladattal jöttél ide, és mennyi lehetőséggel jöttél ide. Mi a kényszer, és mi a szabadság az életedben. Ez azért egyénenként nagyon eltérő. Tehát van, aki többet vállalt, és kevesebb a teher, és van, akinél iszonyatos terhek van, aki csak ennyi a vállalása. Nézd meg, hogy az akaratát hogy gyakorolja. Hogy a szabad akaratából mennyi van, és a kényszereiből mennyi van. Ez kettőnek, egy éremnek a két oldala. A kettőnek a természete az ugyanaz. Csak az egyiket átlátta, és felvállalta, a másikat nem látta át, és érvényesül rajta. A szabad akarata a kezdet, a kényszere a végzet. Jó? Tehát tényleg így van, ahogy mondod, de ez csak az egyik oldala a történetnek. Miért? Ha megnézed, akkor az életek így a Földön, az inkarnációk nagyon sokféleképpen kezdődnek, folytatódnak és végződnek. Hihetetlen nagy a széttartás. Senki sem robotpilótával repüli ezt a távot. Mindenkinek ott van kis botkormány a kezében. Tehát ez az inkarnáció, ami a földi testben való inkarnálódás, hatalmas kockázat és hatalmas lehetőség egyben. Átlátásod mértékében, tiszta tudatod mértékében tudod a szabad akaratodat helyesen érvényesíteni, és kényszereid, ideáid, ragaszkodásaid, káprázataid mértékében tudsz nagyon komoly hibákat ugyanezzel az akarattal elkövetni. Tehát nagyon nagy kockázat, nézd meg hányan cseszik el, nagyon sokan, és nézd meg, hogy hányan érvényesülnek úgy, hogy kicsikét visszavesznek magukból, kicsikét elpárologtatják az énségüket, tisztábban látnak, óvatosabbak, törekszenek inkább a mások segítésére sem, mint a maguk önérvényesítésére. És beáll egy olyasfajta egyensúly az ilyen emberek életében, ami nem a minden mindegy rezignált egyensúlya, mert ez a depresszió, ugye, azt nem akarjuk, hanem egy olyan tudatállapot, amely meglátja minden jelenség természetének azonos mi voltát. És ebből indul, ebből a nagyon tiszta világ és én képből indul. És teljesen másképp kezd el működni, pedig ugyanúgy földi testben van, ugyanúgy van neki szeme, füle, orra, szája, egyebek, ugyanúgy gondolkodik, érez, beszél, cselekszik, csak nem ugyanazon az alapon, nem dualisztikus alapon, hanem az egy és tiszta tudat alapján. És ez a középútnak is az alapja. Tehát világos, hogy aki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon más, mint a földi tudat, akkor az nem jön ide. Vagy ha ide, akkor teljesen csak vállalásból, és csak aprócska kis házi feladat réteg van rajta, nagyon vékony. És ilyet nem nagyon látsz. Tehát még a legnagyobb tanítók is az életük első olyan 17-24 évét kőkemény küzdelmekkel töltik. Legalábbis a családi élet. Tehát az, hogy síralmannak kapott 2 rúpiát a szüleitől 16 éves, hogy menjen ugye kollégiumba, és akkor valami kattant, első haláltapasztalat, csak így normálisan, még nem volt aruna család sehol. És akkor rájön, hogy nem ez a dolga. És odaírja, hogy itt a 2 rúpia, ennek nincs szüksége iskolára. És ment a hegyre.
17 évesen, tehát elég hamar. Buddha 28. Jó? Tehát mindenkinek valamilyen szinten, aki földi testbe született, a családi karmáját valahol fel kellett oldania, önálló szellemi életet kellett elkezdenie, és az útját úgy járni, hogy ezt a múltat nem felejti el, hanem bedolgozza a szellemi tevékenységébe és törekvéseibe. Jó? Tehát nem a tökéletlenség miatt kell aggódni, az úgyis van. Hanem a kihasználatlan lehetőségeket kéne kihasználni. Belül főleg. Azt a pillanatot, amit nem szeretnék elveszíteni. Ezt az ittet és a mostot letisztítani. És világosan jelen lenni. Ideák, koncepciók, egóburkok nélkül jelen lenni. Egyé válni. Odafigyelni. Segíteni. És ekkor működik, és nem azon filózni, hogy én most tökéletes vagy tökéletlen vagyok, mert abban a pillanatban tört és szakadt az egész nullára, meg egyre. Jó? Tehát megnézzük azt, hogy a középút és a középosztály az hogy függ össze. Mert társadalmi problémákat említettetek, és hogyha középutas gondolkodás van, akkor kialakulhat egy középosztály, ami ma Magyarországon egyszerűen nincs. Tehát van elit, és van egy nagyon-nagyon széles dolgozó, munkavállaló réteg, akik viszont annyival élnek az elit életszínvonala alatt, hogy egy igazi, klasszikus, nyugati értelemben vett középosztály Magyarországon most nincsen. Az alsó 20% a népességnek mély szegénységben él, az arra következő 20% az valahogy éldegél, működik, és ez a bizonyos ráépülő 40% azaz, aki úgy közelíthetne a középosztály felé, de ez a társadalomnak egy nagyon-nagyon kicsi része. Egyharmad, 40% között, és a fölött van az elit. Úgy tűnik, hogy ahol nincs középutas gondolkodás, ott nincs középosztály sem. Tang dinasztia, Kína, angol demokrácia, reneszánszkori Európa, ugye polgárosodás, tehát mind látod azokat a kis történelmi szikrákat, ahol valamilyen csoda folytán középutas gondolkodás kezdett el kialakulni, nem maradt meg sokáig, hanem utána a középosztály ugye megpróbálta a saját demokráciáját azt megtartani. És nem sikerült sokáig. Úgyhogy szétesett a gondolkodás szélsőségekre, szétesik a társadalom elitre és tömegre. Úgyhogy ez az, amiben most éppen vagyunk, és ez az, amit meg kéne változtatnunk, de ezt csak magunkon kezdhetjük. Tehát csak magunkkal kezdhetjük, hogy magunkban ezeket a szélsőségeket középre hozzuk, a tudatot letisztítjuk, és másképp kezdünk el látni, gondolkodni, érezni, cselekedni és beszélni. Van-e kérdése bárkinek? Nekem a félelmekkel kapcsolatban lenne egy kérdésem, hogy mostanság így elkezdtem nagyon félni mindentől, és ennek következtében elkezdtem félni attól, hogy a félelmek megvalósítják önmagukat, tehát uh-huh. egy ördögi körben vagyok. Ezt hívjuk negatív spirálnak, itt szépen igen. megy lefele. Az önbeteljesítő proféciák, azok nem annyira speciálisak, mint gondolod, tehát nem csak a negatív proféciák teljesülnek be. Tehát a félelem, anélkül, hogy a magyar nyelv gyönyörűségein lovagolnék, az azt jelenti, hogy nem vagy igazán elemedben, csak úgy fél elemedben vagy. És hogyha félelemben vagy, akkor valójában fél életet, vagy annál kevesebbet élsz. Tehát amikor félsz, akkor a tudatban akadály van. Ez az akadály a látásodat legátolja. Tehát amikor félsz, akkor az első kérdés az, hogy mi az, amit nem akarok tudomásul venni? Mi az, amit takarok magam elől? Mi az az akadály, ami itt van, de nem akarom meglátni? És akkor az ember fél, mert nem mer szembenézni a dolgokkal. Ha szembenézel velük, vagy vele, akkor a félelem is oldódik, mert akkor elemedben vagy. Ez a látás maga, az ember ős eleme, vagy eredeti tudata, hogy lát. De ehhez bátorság kell. De ha félek. Akkor nézd meg, hogy a félelem hova vezet, és tudatosan tartózkodj ettől az úttól. Mert nagyon sokszor féltünk, és nagyon sokszor bekövetkeztek
ezek a negatív állapotok, amiket a tudat projektál és előrevetít. Ja Istenem, mi lesz, hogyha... És lett is. Miért? Mert hittél benne. Hát félelemmel, tehát lefokoztad az életedet, és abban hittél, hogy az az állapot megvalósul. Már az aggodalom is ezt jelent, egy állandóan aggódsz valami vagy valaki miatt, és ez az állapot azért következik be, mert a figyelmedet erre az állapotra fordítod. Az mindegy, hogy azt kívánod, hogy ne következzen be, de a tudatod fókuszában ez van. Tehát ne fordíts a félelmednek hátat, hanem nézz vele szembe, és ez a fordulat, ez teljesen szokásoddá válhat, akkor, hogyha a meditációban felteszed a kérdést, hogy mi ez? Félek, mitől félek? Vagy kitől félek? Mi az, amit nem akarok, hogy bekövetkezzen, de mégis bekövetkezhet? Mi ennek az oka? Mi ennek a megszüntetése? Mi a megszüntetés útja? Ez a négy nemes igazság, amiről a Buddha beszélt. Tehát megszületünk, felnövünk, megöregszünk, meghalunk, és hogyha ezt az egészet nem látjuk át, és nem tudjuk elfogadni, akkor félünk. Félhetünk attól, hogy elveszítünk valamit, amink van, vagy nem kapjuk meg azt, amit szeretnénk, mint tárgyi, mint emberi vonatkozásban. És csak akkor, hogyha az okot és az okozatot belátod, csak akkor, ha látod, hogy te ezekkel nem vagy azonos, csak akkor, hogyha a szabad akaratodat világosan és egyértelműen más irányba fordítod, csak akkor tudsz a félelemtől megszabadulni. És ez a tudatban való akadály felszámolása. Tehát szűnjön meg a félelem tárgya akadálynak lenni. És akkor működik. Akkor az egész szellemi gyakorlat működik. És azért az egy nagyon nagy dolog, amikor félelem nélkül tudsz ebből a testből távozni. Teljes éberséggel. És nem kell remegni. Nem kell félni. Jó. Köszönöm, én visszakanyarodnék egy előző témához. Azt szeretném kérdezni, hogy tudsz esetleg mai követendő példát mondani, tehát a társadalmakkal kapcsolatban említetted a reneszánsz Európát, vagy a tankori Kínát, hogy látsz-e ma olyan országot, amire azt tudod mondani, hogy na igen, ők példaértékűek, és követendő, ahogy ők csinálják. Mindenkitől lehet tanulni, de a megoldás ez benned van. Nincs kész megoldás odakint. Rajtunk múlik. Mi ezt ki tudjuk hozni magunkból. Specifikusan Magyarországon, ha nem egymás ellen érvényesítenénk az okosságunkat, akkor működnénk együtt. Akkor nem az van, hogy nekünk mohács kell, hanem együtt tudnánk működni egymással. Tehát nézd meg azt, hogy a létrontás és a minőségrontás az hogyan függ össze azzal, hogy nem tudunk közösen cselekedni országos szinten, hogy szekérvárak vannak, szét vagyunk bomolva kicsi klikkekre, csoportokra, érdekviszonyokra. Ez azért van, mert a tudatunkat nem tudjuk középre hozni, nem tudjuk egyensúlyba hozni, nem látunk tisztán, és még abban sem értünk egyet, hogy az ég kék, mert az énegem az kékebb, mint a tied. Jó? Tehát vigyázzunk ezzel nagyon. Érzések ugyanez. Tehát mindig a saját érzelmeinket akarjuk ráerőltetni a másikra. Ez a, én jót akarok neked. Igen, csak én abba belepusztulok, úgyhogy ne akarjál te nekem jót. Inkább érezd meg, hogy bennem mi van, és akkor én is megérzem, hogy benned mi van, és ez az együttérzésnek lenne a kezdete. Jó? Tehát nincs külső 100%-os megoldás. Az út bennünk van, és ez magunkon kell dolgoznunk, hogy ezt előhozzuk magunkból, és innentől kezdve semmi másra nem kéne fókuszálni, csak az aktuális problémára. Mi a legfontosabb? Oldjuk meg. Kik a résztvevői? Vegyük számba, üljünk le, beszéljük meg, cselekedjünk, oldjuk meg. És nézd meg, hogy hányszor indulnak így a folyamatok, és hányszor nem teljesülnek be. Hányszor akadnak el valami misztikus módon, és akkor ez az egész akarat, amit az a csoport ugye kialakított, az szétesik, és mindenki megy különböző irányokba. Nagyon sokszor van ez. Tehát nincs külső példa. Ne várd azt, hogy egy teljes értékű valamit kívülről kapsz, megvalósítod, és akkor boldog robotként követem azt a valamit. Nincs ilyen. Bizonyos részeket el lehet tanulni, de ez a pillanat, ez a helyzet
ez megismételhetetlen. És ezért kell magunkban megtalálni a megoldás egészleges voltát. Tanulni kell, jó példát látni kell, aztán ezt dolgozd föl, érleld bölcsesség és alkalmazd kreatívan ebben a helyzetben. Jó? Én a vágyakról kérdeznék, hogy ugye, hogyha nem teljesülnek a kívánságaink, az is ugye szenvedést, frusztráltságot okoz, és hogy mit tudnál javasolni, hogy hogyan lehet leginkább a vágyakat kezelni? Elsősorban nézd meg, hogy mire vágysz csak a saját szempontodból, hogy az csak neked legyen, vagy mire vágysz úgy, hogy az másnak is jó, és másnak is kedvez. Hát ez lenne az első kiegyensúlyozott tényező. Ez egy hatalmas erő, hogy csak nem csak magadnak dolgozol, hanem másokért is. Magadat is beleért, nincs az a gond. Aztán ennek a meghaladása az, amikor már számodra ez kevésbé fontos, mint mások számára, és akkor is megcsinálod. Vannak olyan egyedek, akiknek az nagyobb hajtóerőt jelent, hogyha másokért dolgozhatnak, és nem magukért. Ilyen is van. A legtöbbnek az egyensúly kell, és van egy olyan rész, hogy inkább magának dolgozik, és nem másoknak. Vagy másokért. Alapvetően a vágyak okozati viszonyai, ezek határozzák meg, hogy mennyi energiát fektetsz bele. Hogy látod azt? Tehát az ember nagyon vágyhat mondjuk finom ételekre, de hogyha azokat fogyasztja, amiket akar, és csak azt, amit akar, az lehet, hogy nagyon súlyos egyoldalú táplálkozásra vezet. Néha azt is meg kell enni, ami a spenót, ugye, vagy a keserű, vagy ilyesmi, és akkor az úgy kicsit egyensúlyban van. Úgyhogy nézd meg, hogy a vágyak hova vezetnek. Tehát nagyon-nagyon sokan megjártak poklokat azért, hogy a vágyak természetét megismerjék, és hogy abból ébredjenek fel, és abból józanodjanak ki, hogy mi van, hogyha kielégítik ezeket a vágyakat nyakra főre. És kiderül, hogy a vágyak kielégítéséből pusztán ezekből nincs boldogság. Tehát az öröm és a boldogság egy idő után elkezd elkülönülni. Tehát állandóan örömet akarunk magunknak okozni, és egy idő után egyre boldogtalanabbak leszünk ettől, mert ez egyre inkább elszigetel minket. Tehát van egy olyan realizáció, amikor rájössz, hogy a boldogság az nem egy egyszemélyes művelet. Míg örömet okozni magamnak nagyon sokféleképpen lehet, a boldogság eléréséhez önmagában az egyén kevés. Itt valami közösről van. Szóval nézd meg párkapcsolatot. Ha a párkapcsolatban mindegyik fél a saját boldogságát keresi, egy ugyan elképesztő önző játék lesz belőle, ami egymás manipulálásához, kizsigereléshez és egyébhez vezet. Hát, hogyha a párkapcsolatban átkattan a dolog, és a másik boldogsága lesz az elsődleges, és ez kölcsönös, akkor az valami fantasztikus dolog lehet. És min múlik? Közös nézőpontváltáson. Az, hogy megérjen a lélek arra, hogy láss, hogy a boldogság az nem egy magányos szólóművelet. Örömszerzés az lehet nyakra, főre, 10 000 féleképpen, de egyre magányosabb, egyre elszigeteltebb, és a sok örömszerzés után egyre boldogtalanabb, mert egyre inkább egyedül van. És lehet úgy boldognak lenni közösen, egy másik emberrel, vagy egy közösséggel, hogy külön érzékszervi öröm nincs. Ilyen is, ez már az érettebb változat, élet második felére jellemző változat. Kiégtek azok a hordozó rakéták, amiket addig használtunk. Eszembe jutott, hogy mennyi válás van Magyarországon, meg hogy most, hogy így a párkapcsolatról így szóba került, hogy... És hogy ez milyen sajnálatos, hogy ezt kevesen alkalmazzák ezt, amit mondtál. Tehát, hogy a másik fontosabb adott esetben. Az, hogy egy rossz döntést orvosolni kell, mert lehet, hogy teljesen rosszul választott párt, azt mindenkinek el kell fogadnia. És különösen olyan esetekben, amikor még nincs gyerek, és nincs ez a ütköző zóna a szegénykéből, hogy a gyerek miatt maradtunk együtt. Borzalom. Tehát amikor még nincs ez a nagyon-nagyon kemény helyzet, akkor még sokkal könnyebb korrigálni egy ilyen döntést, hogy hát nem gondoltam, meg együtt éltünk 1, 2, 3, 4 évig, és akkor nem kell, ne, borzalmas. Csak tanul-e belőle? Tehát van-e annyira őszinte önmagához, hogy belássa a saját hibáját, hogy miért nem működött az ő részéről a kapcsolat? És nem a másik mindig a
mi lett belőle? Mi lett belőle? Pedig én úgy szerettem, ugye? És nem látja meg a saját kezdet, nem látja, hogy ő mit csinált. Magyarul behúz egy nagyon hasonló tudatot, és nagyon hasonló módon viselkedik a következő kapcsolatban is, és x hónap vagy év múlva ugyanúgy széttárja a karját, hogy nem érti, hogy miért nem működött. Hát megismétli a hibát, mert folyamatosan panaszkodik, folyamatosan a másikra mutogat, folyamatosan visszautasítja azt, hogy a saját részét és a saját hibáját meglássa. Tehát önmagában nem a vállással van baj, elég sajnálatos, főleg amikor gyerekek szenvednek, és a neveltetésük megtörik, stb. Gyermekelhelyezés. Tehát legtöbb ügyvéd nem vállalja. A legkőkeményebb tárgyalások és legszívszaggatóbb dolgok gyermekelhelyezési perekből vannak. Ez elképesztő. Tehát az a közös ösztön, ami a férfiban és a nőben a gyermeknemzésre van, és a gyermeknevelésre, hirtelen egy olyan szakító próbává válik, és olyan birtokló, elkülönülő, a gyereket darabokra tépő mechanizmussá válik, hogy innen van a gyereknek az összes szomatikus betegség, a cukorbetegségtől kezdve, amit akarsz, minden. Kőkemény. Idáig is elmehetnek kapcsolatok, és így is lehet válni, és úgy is lehet, hogy nagyon kultúráltan szépen bontják a szálakat, és utána azt mondják, hogy megköszönik, és utána mindenki megy a maga útján, de ilyet nem nagyon látsz. Tehát néha elkerülhetetlen, néha javítható, de az igazi kérdés, hogy tanul-e belőle. Csak azt akartam megkérdezni, hogy mennyire működhet szerinted úgy egy párkapcsolat, hogy az egyik fél mondjuk buddhista, a másik pedig nem. Az egyik fél az szeretne gyakorolni, a másik meg mondjuk ezt valamennyire tolerálja, de ő maga nem képviseli ezt a látásmódot. Egyetlen egy feltétellel működhet, ha elég őszinték egymáshoz. Nem a külső gyakorlati formán múlik. Tehát járhat az egyik templomba, a másik meditálni, ilyen hitrendszer, de elég őszintéke egymáshoz, melynek előfeltétele, hogy elég őszintéke saját magukhoz. És nem csak egy vallásos viselkedés van, hanem egy nagyon komoly, mély, emberi, spirituális viselkedés is van ennek eredményeképpen. Mert ha nem, akkor a formák szintjén ez csattan. Miért jársz oda? Nem is értem, hogy miért csinálod? Stb. És akkor elindul ez a kötélhúzás, és akkor egyszer csak viszlát. De nem ez a döntő. Nem a külső forma a döntő, hanem az, hogy lélekben mennyire tudja ezeket a formákat meghaladni, mennyire őszinte a másikhoz, és mennyire önzetlen a szeretetében. Azt szeretném megkérdezni, hogyha van egy kapcsolatban, vagy egy közösségben egy közös cél, amit elvileg minden résztvevő szeretne, de eltérő talán ideák miatt nincs meg az a közös nevező, amivel elérhető ez a cél. Nagyon kell megtalálni ezt a közös nevezőt. Beszéltél az alkalmazkodásról. Meddig úgymond egészséges az alkalmazkodás, és mikor megy át szélsőségbe? Az alkalmazkodás akkor egészséges, hogyha látszólag mindenki ugyanakkor a kompromisszumot kötött. Tehát az egy kilós kompromisszum és az egymázsás kompromisszum az nem ugyanaz a súlycsoport. És ezért kell közösen nagyon sokat cselekedni, beszélni, gyakorolni azt az adott szellemi iskolát, hogy mindenki eléggé megismeri a másikat és önmagát, és amikor alkalmazkodunk és kompromisszumot kötünk, akkor érezzem, hogy egyenlő mértékben adta föl a véleményét mindenki. Ahhoz, hogy egy közös platformot, egyensúlyt, középutat, megvalósítási módot dolgozzunk ki. Ellenkező esetben harc van. És még a harc is elfogadható, hogyha megvan a kibékülésnek a platformja, mert néha az energiák azok kisülnek. És nem lehet egy ilyen állandó, békepárti, lefolytott, mesterséges harmóniába tartani mindent, mert az nem emberi, néha csattan. Igen ám, csak hogy megvan-e az a távlat, megvan-e az a platform, megvan-e az a tudat, amelyik ki tud békülni a harc után, amelyik kezet tud fogni az ökölharc után.
Na, ha ez megvan, akkor a harccal sincs semmi baj. Abból is lehet tanulni. De a harc elidegenedéssel, szakadással, széteséssel, dezintegrációval jár, akár belül, akár emberek között, akkor ott még nagyon sok munka van hátra. És nincs ideális megoldás itt sem. Pillanatról pillanatra, tiszta tudattal helyes döntést kell hozni, és akkor akár harc van, akár béke van, akár közös platformon látjuk a dolgokat, akár eltérő módon látjuk a dolgokat, előbb-utóbb a közös célért tudunk áldozatokat hozni. És ez az áldozathozatal nagyon fontos. Az oltár közös, de a rátett ugye karma, amit magadból feladsz, az mind-mind más. A közös gesztus nagyon fontos. És ha ez nincs, akkor családélet sincs, közösségi élet sincs, és hova tovább társadalmi igazságosság sincs. Jó? Azt hiszem, hogy nem szolgált elég szellemi kihívással a Dharma beszéd idáig tartó része, és ez pont a témából következik, hogy az egyensúlyra és a középútra irányuló nyugodt és befogadható tanítást adtam. Képzeld el, hogyha mondjuk egy audiovizuális csatornához mérten komoly híradással szolgálnék a világ szenvedéséről, problémáiról, háborúról, botrányairól, rögtön valami hormonális reakció lenne benned, és azon nyomban így kifényesedne, azt mondja, hogy ez érdekel. Mert így működünk. Tehát nagyrészt a döntéseink nagy része hormon vezérelt. Nem éri el az izgalmi küszöböt, nem érdekel. Nem érdekel. Csak akkor, hogyha már eleget szereztem magamnak ebből a hormonvezérelt állapotból, na akkor. Előtte nem. Szóval, utolsó egy-két kérdés, utána az este további részét már más módon fogjuk tölteni. Hogyha például valaki, sajnos én is, egy hivatás választ, akkor, és ennek szenteli az életét, akkor nagyon sok emberrel látom azt, hogy egyszerűen nem tudja, vagy nehezen tudja megvalósítani azt, hogy szétválassza, hogy hol az a határ, hogy vagyok is, de mellette munkám is van. És nagyon sok emberrel látom azt, hogy egyszerűen átesik a ló túloldalára, és semmi másnak nem szenteli az életét, csak a munkának. És én ettől próbálok valahogy, eddig még nem sikerült, de próbálom azt az egyensúlyt megtalálni, hogy hogy tudom azt, hogy építem is a karrieremet, csinálom is, remélhetőleg jól, de mellette próbálom, hogy azért maradjon másnak is hely. Két tanácsom van ez ügyben. Vedd föl a fizetésed, ez nem könnyű. Tehát próbáld meg tényleg fölvenni a fizetésed rendszeres időközönként, és a második, vegyél ki szabadságot. Ez se könnyű, mert általában előre kérik így az évre, hogy ki mikor megy szabadságra. Iróniát félretéve, az, hogyha benned nem csak a munka foglalja el a tudatod terét, hanem mondjuk barátságok, kapcsolatok, hobbik és egyebek is vannak, és tudsz másra gondolni, és nem csak ugye a képernyő előtt kikapcsolom magam esténként, és utána reggel fölkelek ugyanazzal a zavarral, mint ahogy tegnap este elaludtam. Tehát, hogyha a tudat tere kitágul, és más alternatíváknak, például hobbi, sport, szórakozás, ezeknek tudok teret adni, akkor a tudat abba az irányba megy el. Hát akik itt mantra gyakorlattal foglalkoznak a hallgatóság sorában, az pontosan tudja, hogy milyen jó az, amikor egy mantra kipucolja ezeket a nullából és egyből álló ideákat magad, és megnöveli a tudat terét, és hirtelen valami más választási lehetőséged van, mint amit a munkahely, a főnök, a kollégák, vagy az egyebek belét kondicionáltak. És nem mindegy, hiszen ha éveken, évtizedeken keresztül dolgozol ugyanott, akkor meglátod a mentális hatást, azt a kondicionáltságot, azt a tunnel vision-t, ugye, hogy csak egyfele tudsz nézni, mert jó munkaerő lettél. És ez nagyon jó, legyél jó munkaerő. De ne szűkítsd le a tudatodat csak a munkára és a munkavállaló szerepre. És akkor másnak és egyébnek is lesz hely az életedben, és akkor arra fogod fordítani a szabadidődet és a forrásaidat. A munkaholizmustól csak a szabadság ment meg. Csak sokszor úgy érzem, ha szabadnék, hogy hát akkor nevezzük meg én a gyereket, ugye, hogy én biológus vagyok,
Ugye nekem az a munkám, hogy minden nullára és egyre mondjak le. De... Azért a DNS-ben egyéb változatok is vannak az aminósavak környékén. Azért folytasd, igen? De egyszerűen sokszor úgy látom, hogy ha valaki tényleg úgy akarja csinálni, hogy, hogy menjen föl magasra, akkor sajnos kilugozza magából egyszerűen mindent, és akkor csak a munka. És ez szerintem ez nem egészséges, csak hát igen nehéz megtalálni az egyensúlyt. Igen. Na most magad számára mi a fontos? Állítsd fel a fontossági sorrendet. Mi a fontos? Karriert akarsz, és csak is karriert? Magasra akarsz menni, ahonnan nagyot is lehet bukni? Vagy hogy legyen? Tehát milyen életet akarsz élni? Hozd döntést napról napra, alakíts ki egy életstratégiát, és valósítsd meg. Ha kell, változtasd meg a tanulságok fényében, a részeredmények tükrében. Nincs megírva semmi előre. Te döntesz. Pillanatról pillanatra a karmádnak mely részét engeded manifesztálódni, melyiket alakítod át, és melyiket teszed teljesen félre. Ez a te döntésed. Az, hogy biológus vagy, és különböző laborokban különböző színű folyadékokat, metszeteket, mintákat és egyebeket vizsgálsz, szintetizálsz, szekvenciák és egyebek jelennek meg, ez mind rendben van. Ez egy külső forma, egy külsődleges valami, hogy te belül ezt lelkileg mire használod, hová mész tudatilag, milyen helyet akarsz a hierarchiában elfoglalni, tudatosan mire törekszel. Ez a tudatosság, ez a rálátás az az igazi plusz. Ha ez nincs meg, akkor csak visznek a folyamatok. Akkor csak a kölcsönös függésből van minden. És nem hoztál önálló döntést. Tehát nézd meg, hogy egy adott életnek, egy adott inkarnációnak mi az a célja, amit ha elérsz, akkor nem vész el a halálkor. Tehát ezért mondják azt, hogy üres kézzel jössz, üres kézzel távozol. De mi az, ami megjelenik és eltűnik? És mi az, ami nem jelenik meg és nem tűnik el? És ez közvetlen összefüggésben van azzal, hogy te a munkádat, mint munkavállaló, hogy éled meg? Milyen döntéseket hozol? Azonosulsz-e vele? Van-e felelősségtudatod? Van-e szabadságtudatod? Mire törekszel? Mit akarsz elérni? Ki akarsz lenni? Ezeket mind belül le kell játszani. Mert ha nem, akkor a körülmények, a kapcsolatok, az érdekviszonyok és az egyebeknek a játéka vagy. És akkor hirtelen felébredsz 45 évesen, és egy ilyen robot alkatrészgyűjteményt látsz. Az meg nem jó tudat. Jó? Tehát tessék kérdezni, tessék belül kérdezni. Mit akarok? Mi a legfontosabb? Kit akarok? Ki a legfontosabb? Oké? Okay? Egyéb kérdés? Még egy-kettő. Hát ha nincsen, és úgy tűnik, hogy nincsen, akkor megköszönöm ma este mindenkinek a jelenlétet és a kitüntető figyelmet. Figyelmet, további jó estét mindenkinek!